Egy igazi rangadóval kezdődött a Mini Bajnokok Ligája harmadik fordulója, az elmúlt hétvégén december 29-én a tabela első két helyét elfoglaló címvédő Csokaj csapata az idén visszatérő Pompierivel csapott össze. A mérkőzés egy kiélezett összecsapást hozott, ahol a tűzoltók csapata bizonyult jobbnak egy góllal. A többi meccsen sem unatkozhattak a mérkőzésre kilátogatók. Íme a harmadik forduló eredményei: Csokaj Pompieri 3-4, No Name FC Keresztúr Olaszi 7-0, SLC Éradony Roma FC 8-3, Semjén City FC Thursday 5-3, Grand Casino Bad Boys 2-2. ...2019 első szombatján, január 5-én is fordulót rendeznek, számszerűleg a negyediket. A helyszín a sportcsarnok, a párosítások a következőek. 16 órától Bad Boys No Name FC, 17 órától Keresztúr Olaszi Semjén City, 18 órától Grand Casino SLC Éradony, 19 órától Pompieri Roma FC, 20 órától FC Thursday Csokaj. Please.
lehetőségünk, hogy átéljük azt, amit az éneket szövege is megfogalmazott számunkra. Betlehem már nincs is messze, és az ember érzi, hogy nincs elveszve. Hogyan is lennénk elveszve, amikor értünk jött, ami megváltunk. És ezért él bennünk a remény. És a reménység nem szégyenít meg. Yeah.
Yeah.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves RTV nézőket a 2019-es év első érték a magazinjában, ahol Rupárcsics Judit Csillával beszélgetek, aki jelenleg Székehíd vívóedzője. És az első kérdésem ez is lesz, hogy miért te? Biztos sokakban felvetődik a kérdés, hogy ki ez a magas, vékony, és sokak számára biztosan ismeretlen hölgy, és hogy miért ő tanít vívást, honnan jött? Miért pont vívás? Miért? Rengeteg miért kérdés a nézőkben, akik nem tudnak róla, de ebben biztos vagyok. Hogy kezdtél el vívni? Ugorjunk vissza! Először is én is szeretettel köszöntök minden székelyhídi kedves tévénézőt, és minden tévénézőt, aki nézi ezt a riportot. A hölgyek általában a Holdról jönnek, ha jól tudom, a férfiak pedig a Marsról. Úgyhogy sokan úgy néznek rám, mintha a Holdról pottyantam volna ide. Úgy kerültem Székelyhídra, hogy az én édesanyám székelyhídi születésű volt annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, 1935-ben született. Apukám, bocsánat, Élesden, anyukám 1938-ban. Aztán ők elkerültek Nagybányára. Apu az focista volt, a sport szeretete az innen. Kicsi gyerekkoromban már kiabáltam, hogy hajrá, Lupi, ugye Rupi, őt nagyon sokan ismerik itt Székelyhídon, az idősebb generáció ismeri őt, emlékszik még rá, egészen jó ballábas focista volt az apukám. Nagyon nagy meccseket vívtak már akkor is a Mihályfalviak ellen, úgyhogy pár sztorit is hallottam olyanoktól, akit őt ismerték annak idején, amikor én még nem voltam. Na, aztán elkerültek Nagybányára, és nyugdíjas korukba visszakerültek Székelyhídra. A vívást én Nagybányán kezdtem. A Tóth Istvánnak hívják a vívóedzőt, aki bevezetett engem a vívás rejtelmeibe, és épp a múlt hét végén, amikor a székelyhídi vívókkal Szatmárnémetiben voltunk egy versenyen, a December kupán, akkor volt szerencsém találkozni még vele. Igen, idős, és hát nagyon kikezdte az időfoga, de nagyon jól esett megölelni őt. Így kezdtem el vívni. Hány éves voltál akkor, amikor elkezdted? Negyedikes voltam, amikor megjelent egy magas, vékony fiatalember, mert akkor még úgy nézett ki a Tóth Pista, az osztályba, az iskolába, és felajánlotta, hogy van ez a lehetőség Nagybányán, és hát a fél iskola elment vívni. Aztán úgy alakult, hogy szerintem abból a csapatból, aki akkor jelentkezett, én maradtam egyedül meg, és 9 éves voltam. Akkor nem, harmadikos vagy negyedik, 9-10 éves voltam akkor, és hát akkor elkezdtem ott, hát a nagy fiúk voltak ott a vívóteremben, egy kicsi vívóterem, de nagyon megtetszett a dolog, kiéltem az agresszivitásom, meg jó volt valahova tartozni, oda tartoztam a vívó csapathoz, és aztán a Nagybányai Vívóklub színeiben 13 évesen sikerült a felnőtt román bajnokságon döntősnek lennem, és onnan már egyenes út vezetett Szatmárnémetibe. Ugye ott volt egy elég erős lánycsapat, és akkor engem oda hívtak, hogy erősítsem a szatmári vívócsapatot, és igazándiból akkor kezdődött a válogatottságom, ami jó sokáig tartott. Volt egy időszak itt Romániában, amikor a román női tőrválogatott, az Zömével Szatmáron vívó lányok voltunk, és mondjuk nem ez volt az egy első ilyen időszak, mert még a régmúltban is, a 60-as években is nagyon, nagyon sok magyar ajkú Romániát képviselő vívó volt a pástokon. Picit ugorjunk vissza, milyen volt a 10 éves korod elején felnőttekkel döntőt játszani? Fel tudod ezt idézni?
Az volt az első nagy sikered? Az volt az első nagy sikerem, abban az évben ugye sorra a gyerekversenyen is, az országoson, az ifjúságén is, az országos bajnokságon mindegyiken döntőt fogtam. Hát nem sikerült nyernem egyiken sem, de döntőt fogtam. Szerintem nem fogtam föl, hogy mi történik körülöttem, csak tettem azt, amire az edzőm tanított, és nagyon, nagyon szerettem volna megmutatni, hogy én jobb vagyok attól, aki velem szemben áll. És aztán így sikerült ez nekem. Nem emlékszem rá igazándiból, azt tudom, hogy nagy felhajtás volt utána, meg ugye jó kis hírnevet szereztünk akkor a nagybányai vívóklubnak, ami meg is érdemelte, mert hát a Tóth Pista az nagyon sokat dolgozott ezért. Rossz gyerek voltam, rettentesen rossz gyerek voltam. Ezt sokszor meséled, amikor a hétköznapokban találkozunk is, és ez nekem olyan nehezemre sik elhinni. Nagyon, ez mit jelent? Nagyon rossz gyerek voltam. Hát egyszer az edző bácsi késve érkezett az edzésre, és hát én ezt szóvá is tettem, meg amikor hátat fordított, akkor még ki is csúfoltam egy kicsit, amit észrevett, és akkor eltiltott a vívástól. És hát rettentesen szomorú voltam, de a mozgással az sikerült, és hogy érezzem ennek a súlyát, hogy nem voltam elég tisztelettel iránta, a vívóklub elnöke, vagyis a sportklub elnöke adta tudtomra, hogy nem mehetek edzésre. Az osztályfőnöknőm akkor a tornatanárnőm volt, és közeledett az iskolák közötti atlétikai bajnokság, és megegyeztem vele, hogy akkor én megtanulok magasugrani, meg 400 métert futni, meg 50 métert futni, és elindulok az iskolám nevébe ezen a megyei bajnokságon. És mind a három számot megnyertem. Ez a nagybányai nagy stadionban volt, rengeteg nézővel, rengeteg gyerekkel, nagyon izgultam, de ügyes voltam. A magasugrást azt nagyon élveztem, megtanulni a technikáját, és ráadásul helyt is állni. És aztán, amikor sor került a díjkiosztásra, akkor képzeld el, hogy bemondták ott mindenki füle hallatára, hogy engem kizárnak a versenyből, mert leigazolt vívó vagyok a sportklubnál. Okay. Én szerintem ez volt életemben a legnagyobb csalódás eddig. Arra is emlékszem, hogy ültem az óriási nagy arénán kívül a járda szegélyen, és ott pityeregtem vigasztalhatatlanul. És aztán a végén visszakullogtam vívni, és aztán így utána kerültem Szatmára, de ez emlékezetes maradt számomra. Hanyas éveket írtunk ekkor? 70-es évek vége, 80-as évek eleje, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon régen volt, tényleg nagyon régen. Milyen volt abban a történelmi politikai korban sportolónak lenni? Az az igazság, hogy gyerekfejjel mi ezt nem fogtuk föl akkor még, nagybányán semmiképpen nem. Aztán, amikor már kezdtünk egy kicsit felnőni, közeledni az érettségihez, meg a 20-as éveinkhez, kezelni, nem, ez nem jó szó. Nem fogtuk föl, mi van körülöttünk. Burokba éltünk. Ugye jártuk külföldet, vittek bennünket versenyekre, mert hogy vittük a hírét Romániának. És mivel hogy nagyon sikeresek voltunk, ezért ott voltunk, és tényleg ez volt, hogy milyen jó itt, mert ugye milyen ügyesek vagyunk. De tényleg, hát 81-ben mondjuk Bukarestben volt, 81-ben az Univerziád, az egyetemista világbajnokság, ott a román női tőrcsapat nyert. Aztán 83-ba Kanadába utaztunk, ugyancsak erre az egyetemista világbajnokságra, az Univerziádra, ott másodikok lettünk. Aztán készültünk, én is készültem a 84-es olimpiára, de hát onnan egy képeslapot küldtek a csapattársaim, egy gyönyörű
Fú, tényleg azt nem is néztem meg, hogy megvan-e még, de egy kicsi babát, egy kisfiút ábrázolt a képeslap. Megköszönték az együtt töltött munkát, ők ott akkor másodikok voltak, bár ez volt a Csonka olimpia, ahova a szocialista országok zöme nem ment, és akkor rendezték az ellenolimpiát is itt Európába. Mennyi időt tartott összesen a te aktív vívó pályafutásod? Hát, ha jól tudom, akkor majdnem 8 évet. És ebből a 8 évből vannak olyan, biztosan vannak olyan eredmények, amiket szívesen kiemelnél, vagy amikre jó kedvel, vagy egy ilyen kellemes nosztalgiával emlékszel vissza? Mondjuk nagyon jól emlékszem a legelső versenyemre, ahol második lettem, mert ott akkor 12 évesen ismertem meg az egyik legjobb barátnőmet, akivel mai napig tartom a kapcsolatot. Ő volt az a balkezes kislány, akitől egyedül kikaptam azon a versenyen. És hát volt olyan, hogy világranglistán 6. voltam abban az évben. Nyerni nem, de nagyon sokszor döntős voltam világversenyeken, és döntő közelben voltam. És nagyon szívesen emlékszem arra, hogy hát végül is büszke is lehet rá az ember. Megkaptam 1982-ben az államtól az első osztályú sportérdemrendet, ami szerintem azért nagy dolog. Szóval érdekes. De most, hogy így veled beszélgetek, próbálom összeszedni az emlékeket, de az az igazság, hogy elmúlt már ez az időszak. Sokkal fontosabb a jelen. Ami megmaradt, az az örök szerelem, a vívás, az mondjuk nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, hogy amióta Székelyhídon élek, és ennek nincs csak 3 éve, nincsen felnőtt vívópartnerem. Budapesten majdnem minden héten lejártam, és volt olyan, aki ugyancsak szatmári régi edző, akivel ha nem is minden héten, de egy hónapban 2-szer találkoztunk, és iskoláztattuk egymást, és volt olyan hely is meg alkalom, ahol esetleg le lehetett menni egy jó csörtét vívni. Ez itt hiányzik. Próbáltam lelkesíteni a székelyhídi felnőtteket is, hogy jöjjenek, próbálják ki ezt a sportot. Nagyon, nagyon divatos ez most. Azt mondják, hogy a vívás az a sakkhoz hasonlít nagyon, csak nem fehér-fekete mezőbe vívják, hanem egy 14 méter hosszú páston zajlik a csörte, de fejben, taktikailag tényleg előre kell látni, sőt, rá lehet vezetni az ellenfelet, hogy azt csinálja, amit te akarsz, és így becsapni. Ehhez el kell érni egy bizonyos szellemi érettséget. És akkor itt most eszembe jut a 2014-es Európa-bajnokság, amin részt vettem. Sok-sok év kihagyás után álltam újra pástra. Majdnem döntős lettem, 16-ban maradtam, úgyhogy mind a két fegyvernemben törbe is, meg párbajtörbe is egy-egy találatom múlott, hogy ne legyek benne az első 8-ba. Viszont amikor a párbajtör verseny elindult, akkor az első ellenfelem 4-0-ra vezetett, 5-ig zajlik egy csörte, és akkor így megkérdeztem magamtól, hogy fú, ide jöttél edzés nélkül, bohóckodni, áldoztál rá időt, pénzt, hát ilyen nincs. És valami megfordult a fejembe, 5-4-re legyőztem, ami párbajtörben nem egyszerű, mert ott a dupla találatuk is számítanak, úgyhogy ha ő eltalált volna egyszer is, akkor már az övé az a csörte. És csak azért mesélem ezt el, mert az érzés az olyan volt, mint amikor teljesen felszabadul az ember és szárnyal. Szóval én már nem is ott voltam, és érinthetetlen voltam, ezt az érzést éltem át. Szóval nagyon jó vívni, és szerelmes vagyok a vívásba. Elvégeztem az edzői iskolát, egy 2 éves edzői iskolát Bukarestbe, a testnevelési főiskola egyik szakaként. Csak vívóedző lettem, tornatanára nem, és akkor összeszedtem egy kis lánycsapatot Szatmáron,
Olyannyira, hogy az egyik tanítványom, miután ugye Budapestre, úgy döntöttem, hogy Budapesten folytatom az életem, 91-be, az egyik tanítványom mai napig vív, és ő is elvégezte az edzőiskolát, és mai napig vív. Szóval ott volt egy jó aranyos kislánycsapat. És aztán Budapesten sem távolodtam el teljesen a vívástól, ott legutóbb Szentendrén tanítottam egy öttusázó gyerekeket vívni. Ez mettől meddig tartott így időben? Egy 3 éves periódus, mielőtt hazakerültem volna. Itthon hogyan fogad meg benned az ötlet? Belőled jött, vagy külső impulzusra, vagy hogyan indult be ez egyáltalán? Mennyire volt nehéz ezt elkezdeni egy ilyen kicsi közösségben, egy ilyen különleges nemes sportot tanítani? Azért volt nagyon nehéz elkezdeni, mert ugye ismeretlen volt ez a sport itt ezen a környéken. Természetesen belőlem jött, mert tehát amihez ért az ember, és ami az örök szerelem, mint mondtam az imént, azt szeretné továbbadni. Nagyon jó mestereim voltak, Nagybányán is, és Szatmáron is, és hadd említse meg a két szatmári edzőmet is, akik sajnos már eltávoztak az örök pástokon, vívnak, vagy onnan figyelnek bennünket. Weisböck Árdelján öcsit és Haukler Istvánt, és a szatmári iskola az világhírű. Ha mai napig, ha bárhol, ha szétnézel a világba, és eredményeket látsz, nagyon sok helyen a szatmári iskolának a tanítványai, vagy az onnan kinőttek, edzősködnek és vívnak. Sajnos nagyon szétszóródtunk mi, az a szatmári generáció, ahova én tartozom, Kanadában, Németországban, nagyon-nagyon sok helyen vannak a régi kollégák, és mindenütt vívással foglalkoznak. Úgyhogy amit megtanult az ember, és úgy érzi, hogy jó tanítómesterei voltak, azt szeretné továbbadni. És hát néha azért meghatározott az életünk során, hogy éppen hova vetődünk. Ugye édesanyám révén én ide vetődtem a világnak erre a szegletére, és hát jó lenne, hogyha valami jót, és én úgy érzem, hogy ez a vívás, ez egy nagyon jó sportág, tudnék továbbadni. Ehhez értek, akkor ezt tudom adni. Onnantól, hogy megjelent benned ez az ötlet, vagy ez a vágy, hogy Székelyhídon hazatérve is vívást taníts. Mikor történt ez, és azóta hova jutottál el? Mik voltak a lépcsőfokok, vagy akár akadályok, amiket leküzdöttél? Hát rettentesen nagyon az elején vagyunk még ennek a dolognak. Először is megpróbáltam népszerűsíteni, elmagyarázni az embereknek, hogy mi az, megkérdezni, hogy találkozott már ilyennel, látott-e már ilyet a tévébe, kiderült, hogy nem, vagy igen. Aztán nagy segítséget kaptam a polgármesteri hivataltól is, mert ugye mellém álltak, és azt mondták, hogy oké, csináljuk, legyen vívás Székelyhídon. Szerintem ez nagyon jó dolog, én úgy érzem. És aztán elkezdtem toborozni gyerekeket. Fogtam a vívózsákom, a maradék kis felszerelésem, és végigjártam az iskolákat, és aztán volt egy toborzó, ezelőtt 2 évvel, október 5-én a sportcsarnokba, ahova mindenki jöhetett, és akkor ott már egy kicsit közelebbről meg lehetett nézni, ki lehetett próbálni. Mondjuk amikor az iskolákban, osztályokban voltam, akkor is felajánlottam, hogy ki lehet próbálni, és lehet egy kicsit harcolni egymással. Hát volt bátor jelenkező, meg voltak bátortalanabbak, és aztán jöttek a gyerekek, hál' Istennek nagyon sokan,
És aztán volt olyan, aki meg is maradt, és azóta edzünk. És hát kisebb, nagyobb létszám változással, de vagyunk. Most már azért egyre inkább többen tudják meg, hogy létezik ilyen sport, itt Székelyhídon is elérhető, és nem kell félteni a gyerekeket, mert nagyon komoly védőfelszerelésünk is lett azóta. Sikerült egy találatjelzőgépet beszerezni, úgyhogy egyre érdekesebb a dolog, meg egyre elérhetőbb, bár a felszereltségünk az ugye messze elmarad az ideálistól, szóval elmaradt a kívántól, de mindig azzal biztatom magam, hogy annak idején, amikor én vívtam, akkor is még mindig megvan az első vívó nadrágomat, azt édesanyám varta, úgyhogy volt ilyen akkor is, túléltük, sőt világelsők tudtunk így is lenni, úgyhogy dolgozunk. Most kezdtünk el nem olyan rég versenyekre járni, Debrecenbe voltunk, aztán nem olyan rég Szatmárnémetibe. A szatmári verseny az nem sikerült annyira jól, mint amennyire reméltük, de azzal biztatnak az ottani kollégáim, edzőtársaim, hogy majd a 10.-11. verseny után valószínű, hogy jobban fognak szerepelni a gyerekek, hát kell versenytapasztalatot szerezni. És ehhez minél több helyen jelen lenni, de olyan jó, hogy most már létezünk, meg vagyunk alakulva, hivatalosan létezik Székelyhídon Székelyhídi Vívó Egyesület, úgyhogy most már kezdik megismerni a nevünk. Hát lassú léptekkel, de így megy ez. Van egy víziód, egy látképed arról, hogy a jövő, vagy akár az idei 2019-es év hogyan alakul? Van egy léc, amit meg szeretnétek, hát nem ugrani, de szúrni mondjuk. Igen, az jó lenne, hogyha az idén júniusban az országos gyerekbajnokságra el tudnánk jutni, és ott mondjuk nem az első körbe kipotyogni, hanem valahova döntő közelbe kerülni, az nagyon-nagyon jó lenne. De a vívásban az is elképzelhető, hogy valamelyik gyerek megtáltosodik éppen aznap, és akkor, mint ahogy én mondtam az elején, hogy 13 évesen felnőtt mezőnybe döntős tudtam lenni országos bajnokságon, hát egy gyerekbajnokságon is bármi megtörténhet. Ezt mindenképpen szeretném, hogyha odáig eljutnánk. Különben a vívás az olyan sport, hogy fegyelemre tanít, megtanítja azt, hogy a kudarcokat is el lehet viselni. Az életben ezek fontos dolgok, hogy egy kudarc után föl lehet állni. A páston is, meg az életben is. Ha szabad ilyet tenni, akkor üzennék a székelyhídiaknak, hogy minél inkább legyenek aktívak, és tegyenek nagyon sokat a közösségért. Vannak olyan dolgok, amik nagyon-nagyon jó dolgok, érdemes őket kihasználni, és van Székelyhídon nagyon-nagyon sok lehetőség a gyerekeknek, úgyhogy minél többet használjanak ki belőle, mert ezek olyan élmények, meg olyan lehetőségeket tudnak ezzel adni a gyerekeik kezébe, ami lehet, hogy meghatározó lesz egész életükben. Hát reméljük, hogy átmegy az üzenet, de akkor én meg csak a beszélgetést köszönném meg neked, és remélem, hogy még kamerákon kívül is lesz párja, mint ahogy már korábban is nagyon jó történeteket hallhattam tőled. Köszönjük szépen a nézőknek is a figyelmet, és ezúttal is boldog új esztendőt kívánunk. A viszontlátásra!